Nikolaj Svedbán fel. Na, vége. Jó napot kívánok, Nagy István vagyok, a mezőgazdafalvágó. Mi a fene? Ember nem mondja dolgozni se. Hello? Országos tűzoltóság. Mivel segíthetek? Oké, akkor először is mondjam az adataimat. Akkor közlesszám, járítószám 5645, akkor én nevem Dr. Nagy István, lakhelyem a Mezilláb falva, Nista utca 49. Akkor azt hiszem most egy, mi adat anyan nevem, azt is mondjam már, Nagy Mária. Hol születtem? Hát nagyon, mert most már jönnek már ki, az a tüzet kéne hozni, már elmondtam, még el kellett mondani. Mi az, hogy szűkedni? Most felhívtam az adatait, mert akkor most csak időpontot kell egyeztetni. Mi azonnal? Mi az, hogy azonnal kimegy? Nem így működik, azonnal kimegyünk. Nem. Én is magánál voltam betegként, maga fogat húzott, két hét múlva adott időpontot. Itt is most jó lesz, hogy minden igaz, akkor jövő héten szerdán, akkor kimegy a tűzoltó, kimennek a fiúk. Én nem úgy működik, hogy egyet gondol és megyünk. Így nem ül, itt időpont kell. Ahol orvosoknál is, nálatok is időpont kell, itt is időpont kell. Így nem megy időpont nélkül. Micsoda? Időpont egyeztetés? Te, mi ez, hogy időpont egyeztetés? Mi ez? Én nem értem. Te lejjék a orvosi rendelő, hogy fogod fogad húzni? Így nem fogom, én nem megyek semmire. Te ember, maguk nem vannak ottok. Szóvalkozzá van? Hát le fog égni a rendelő. Nem lesz fog húzni fel. Hogy tud nem jön neki? Hogy milyen dolguk? Csak nem kocsmában vannak két fiúk, mert gégéznek, mert isznak. Hát ez nem igaz. Hogy tud nem jönnek ki? Hogy tud nem sietnek? Nyugi, tömötő, lejj vissza magadból. Mondtuk meg fel neked, hogy leég a rendelő. Ő is hozzákezdett oltani a tüzet. Ön esetül rá a gyűlő a kezéről. Nyugodtan elkezdett ön is oltani a tüzet. Így nem úgy van tűzhatóságot, csak ugráltatni lehet. Itt is egy időpont van, mikor ér rá. Így is a fiú mi mezőlábfával. Az akár 10 kosma van még úgy közben. A gondolom, hogy Pista bátyám elkezdi, utána egy fizet egy költ, Jani bátyám is elkezdi, meg Sanyi bátyám is. Így szépen elmegy 4-5 kör, hogy végig fizetnek egymásnak. És aztán utána fognak oda kiírni, kiszállni, tüzet oltani. Mert még itt van a kollégám nő. Itt az interneten motokassa a combát. Milyen szép most nézni, milyen szép comba van. Szép lába van. Azt is meg kell nézni, azt sem lehet csekésni. Micsoda? Én? Tüzet oltani? Én? Dr. Nagy István? Hát önnek ne viccelnek már. Mi ez, hogy én oltom tüzet? Hát, doktor létem a diplomát, ezért tanultam, hogy én most tüzet oltom, én most sem el tüzemet? Hő, az a nem semmi. Hát ez borzasztó. És még mellett a tűzoltom még a kosmába is nem menne a munkaidőbe. Mi ez? Hát én nem lehet munkaidőbe a kosmába menni. Mi egymásra fizetnek? Hát az, mikor ki odaékeznek a tűzszó, akkor mi lesz? Mind be lesz rúgva? Vagy hogy lesz? Mi lesz? Nem értem. De mi az, hogy kollekanői motokott a lábát? Hogy lehessék ez? Hát ilyen nincsen. És mert munkahelytőben nézik te a kollekanőnek a lábát nézni? Hát ez micsoda? Hát ez mai világban 21. században előfordul. Hát ez nem kapul levegő. Azonban jönnek ki! Én nem viccel! Mi az, hogy ének a 3 hét múlva húztam ki a fogat? Hát akkor került rá sok. Itt így működik a fogolvosság, de más, mint a tűzoltóság. A fogászat nem úgy megy, mint a tűzoltóság. Hogy? Mi? Hát leég a Isten, leég a
rendelő, fogorvosi rendelő le fog égni, ha maguk nem sietnek ki. Nem akkor a nőnek a lábát kell nézni, ember, Istenem, miért nem jönnek ki, leég a rend. Én nem fogok oltani tüzet, nekem letörik a körmöm. Micsoda? Még magának áll fel? Nyugodtan oltat maga is tüzet. Mert még mi az, hogy a fiúk nem mehetnek be a kosmába, a kollégáim nem mehetnek. Miért? Maga mi köze hozzá? A ma hatóság is sétés. Ha maga is egy időpont egyeztetése van, akkor mik is úgy megy. Még nekünk is egy időpont egyeztetése lehet kimenni, kiszállni. Nem úgy, csak kimegyünk. Jó, a dotó visszavenne magából. Ha a fiúk be akarnak, ezek a fiúk kockáztassák életüket. Akkor már megérdemlik, hogy bemehetnek a kosmába. Berúgnak. Hát maga mi köze ehhez, hogy berúgnak? Ez maga megint semmi köze hozzá. Ez az életüket kockáztassák. Le fog égni a ház. Hát akkor leég a maga háza. Ócsa el maga. Itt van. Szerdák, ő héten szerdák. Szállnak ki a fiúk, akkor kimennek elmondani a tűzre, jövő héten szerda. Igaz, akkor még, igaz, most úr hallott a Jani bácsi, már negyedik kör mette a kosmába. De még akkor még jó, mikor lesz ennyi még vége? Még kollégám nő, nem mutogathatta nekünk a lábunk a lábát? Ha maga semmi közök. Én, ha tetszik, szerda, kimennek a fiúk, kész. És viszont látása. Jaj, milyen emberek vannak. Azt hiszem, hogy csak úgy megy, csak szegény túlzott, csak ugráltatunk. Hát mert ő találták ki azt a időpont egyeztetés. Akkor most már mi lesz, hogy lesz? Hát ezek letették a telefon. És szerdán jönne jövő héten. Hát leég, hát én tisztán leég a rendelő. Hát én feljártam a rendőrsége őket. Hello, rendőrség? Micsoda? Mi ez? Időpont egyeztetés? Ott is? Időpont egyeztetés? Oh.